Na jó estét kívánok a Liszt Ferenc repülőtérről. Egyedül még soha az életben nem voltam a reptéren, és konkrétan még csak azt csináltam meg, hogy átjöttem azon a kapun, ahol így a táskákat ellenőrzik, meg ilyenek, nem tudom, hogy hívják, a táska ellenőrzőn, és már ott így remegtem, hogy úristen, tuti, valami baj lesz, izé, blablabla, de nem volt semmi baj, amúgy át tudtam jönni. Most kicsit attól félek, hogy nem tudom, mert ugye a Covid miatt ilyen 1000 papírt kellett hozni a reptérre magammal, antigéntesztet, kellett kitölteni egy PDF-et, amivel beléphetek Olaszországba, ugyanis Olaszországba fogok most menni. Szerintem sejtitek, hogy kihez megyek, de hogyha nem sejtitek, akkor most elmondom, hogy a Dórit fogom meglátogatni Rómában. 12 évesen már voltam Rómában egyébként. Fuck. Szóval 12 évesen már voltam Rómába, viszont akkor ott megígértem magamnak, hogy biztosan visszajövök még ide. Egyelőre egy kis cappuccinót iszogatok, és szokásomhoz híven annyira szorongok a reptértől, vagy nem, ezt nem tudom elmondani, így attól szorongom, hogy egyedül vagyok, le fogom késni a gépet, nem lesz jó valami papír, stb. Még lehet az, hogy nem jó valamelyik papír, szóval még eléggé félek. Egyébként a konkrét repülés élményétől egyáltalán nem félek. Egyszerűen így nem tudom, nem félek annyira. Nekem abszolút hatásos az, hogyha arra gondolok, hogy ha kocsival megyek, akkor előbb karamboloznék, mint hogy lezuhanna a gép. Szóval ennyi. 46 perc múlva fogják kérni, hogy melyik kapunál tudok beszállni a gépbe. Ennyi. Rómában találkozunk. Vagy a gépen, vagy nem tudom. Amúgy a reptéren még van koszta, mert ugye bezárt az bezárt az összes koszta ugye Magyarországon, de a reptéri koszta az még nyitva van. Ez tök érdekes. Ezt én nem tudtam. Relax and enjoy your flight. Dear passengers, once again, let me kindly remind you that wearing a face mask is mandatory, so please, very properly covering your nose and mouth. Thank you for your attention. Csatolják be és állítsák feszesre biztonságjövüket, kicsatolni a fedőlap felemelésével lehet. Ja, ez fixen. Ja, igen, mert én ilyenből vettem a izémet is. Ja, ez nem is jó, ez a vonatnak a... Igen, én ilyenből vettem a vonatjegyem. Na, szerintem a legmenőbb dolog a világon, hogy a Dóriék a Colosseo nevű metró megállónál laknak, vagy hát itt kell leszállni, és konkrétan itt sétáltunk, és így... Ez így itt van. Ez nagyon durva. Én akármennyire így mondtad, hogy Colosseo megálló, nekem eszembe se jutott, hogy ez most így itt lesz. De nem tudom miért. De ez nagyon durva, hogy így kijövünk a metróból, és az volt az első, amit meglettem, hogy itt van a Colosseum. Igen, meg itt tényleg realizálod, hogy Rómában vagy. Igen. A reptérről jössz, kiszállsz a Colosseumnál, és ezt látod. Hú, de durva. Na, itt vagyunk Dóriéknál már, megmutatta a lakást, egyébként nagyon fullos, mondjuk már láttam videó, mert elköltöd. El akarom mesélni, hogy mi történt, jó? Okay. Nem annyira nem izgi, csak hogy számomra fura és nagyon meglepő volt, hogy ugye minden, hogy így mondtam, hogy küldtek nekem egy kérdőívet, hogy töltsem ki, kinyomtatva vinni, antigénteszt kinyomtatva vinni, stb. El kell mondanom, hogy semmimet nem kérték, a személyimet nem kérték el. Mi van? A repjegyemet kellett megmutatni Magyarországon. Igen. És ennyi. Itt, amikor leszálltam, meg konkrétan semmit, hanem így mondták, hogy na, arra kell kimenni. De amikor megcsináltad ilyen check-int? Vagy amikor... Hát az volt, hogy a kezembe volt a személy, és mondjuk ezt csinált, hogy tudod, hogy így nem...
Tehát konkrétan, tehát tudod, így stresszeltem azon, hogy úristen, kinyomtatva az antigénteszt. Igen, mert az utóbbi napok ebből álltak, hogy milyen PDF dokumentumot kinyomtatni, melyik antigénteszt. Mert annyira gáz lett volna, hogy tudod, így elképzeltem azt, hogy így itt marad, hogy ott maradok. Igen. Tudod, hogy hát sajnos így nem, és tudod, így nem tudom, hogy mondják, hogy szeretettel várjuk holnap. A holnap induló járaton, és ettől féltem, tudod, nagyon meg, nem tudom, hogy mindent százszor megnéztem, hogy akkor jó-e úgy, jó, meg hát az izét se, az alkalmazást, tudod, azt se kérték. Sehol. De itt, konkrétan itt az olasz reptéren hozzám se szólt senki. Mm-hmm. Csak így mutatta ugye a nyila kijáratot, és akkor így ültek helyeken, de így egymással beszélgettek. Hát nekünk is az volt, hogy amikor először jöttünk, akkor még kérték az antigén tesztet, másodjára már senki nem nézte. Ez most így azt mondtam, ez egy videó, hogy hogyan utaz Covid idején. És csak ezt így felteszem, amit itt ülve beszélgetünk. Podcast. Tökéletes minőségben. Sárga fényben. Most töltöm fel a telómról. Na hát akkor felesleges. De a lényeg, hogy itt vagyok. Stressz, de a lényeg, hogy itt vagy, igen. És most menjünk vacsizni. Yay! És beültünk egy kinda, hát nem olyan fullos helyre, viszont ez volt már csak nyitva, meg nagyon-nagyon éhesek voltunk, és nagyon random, nagyon vicces, mindjárt megmutatom, hogy mibe kaptam a kaján. Szóval egy ilyen tefál serpenyőbe kaptam a tésztám, ami nem tudom, elég random, olyan indokolatlan, de még nem kóstoltam meg. Bocsánat, hogy közbeszok, de szerintem ez olyan, hogy így próbálták, hogy ilyen művészinek tűnjön, igen, de igen. Ez volt. Igen, hogy így jól nézem ki, és igazából csak elfogyott a tányér. Amúgy a ti kajátok milyen? Amúgy ez se rossz, tehát sok a tészta, meg nagyon fullos a tölték, szóval ez zavaros, hogy uh-huh. Van összehajtva, de amúgy finom. Igen, ez nem olasz hely. Amúgy lehetne sokkal rosszabb, inkább ilyen olyan íze van, spáros üveges szósz. De lehetne rosszabb, szóval ez nem olasz, de azért meg tudom egy jó ízűen. Igen. Szóval, ja, ennyi. Ez tészta nem friss, gondolom. Nézd, hogy nem. Jó, hogy nem házi. Ja, nem. Feladatotok, hogy minden fiú, akinek a barátnője párja a színpadon, kimenjen és leüljön abba a székbe, ami ott van a monitoron. Jó, hogy vagyok. Nem. Amúgy ez szerintem vegán ez, nem? Ez nagyon olyannak néz ki. Ma már reggeliztünk, vagy hát igazából ebédidőben reggeliztünk, kávéztunk, beszélgettünk, és most, ha minden igaz, most fogjuk megpillantani a Trevik utat majd. Viszonylag egyébként későn kezdtük a mai napot, mert tegnap nagyon sokáig fent voltunk, ilyen hajnali 3-ig. Úristen, én itt mindenképp akarok fagyizni. Amúgy, amit én ettem fagyi, az így valahol arra volt régen. Mert azt amúgy nem tudom, hogy mondtam, én 12 évesen voltam már Rómában, és viccesnek gondolom, vagy ilyen jónak, hogy... Ó, hello! Viccesnek gondolom, hogy újra elmegyek a... Wow! Ez ilyen nagy? Aha! De úristen, a Kolosszumra pont ugyanezt mondtam. Igen. De pedig pont, hogyha kisebb vagy, nem, akkor tűnik minden nagyobbnak kicsit. De valahogy így az emlékeim miatt nem emlékszem, hogy ez ilyen... Na, mindjárt megmutatom, hogy mekkora a Trevik út, de valamiért kisebbre emlékeztem. Ez számomra ilyen csodálatos, meg nagyon jó a víz színe. Dori ismerteti a szabályokat. Igen. Én nekem kétszer kellett dobnom, mert az elsőnél elrontottam. Mert mi a szabály? Na, az a szabály, hogy bal kézzel a jobb vállat fölött kell eldobni, aha, hogy nem nézhetsz. Oké, okay. Akkor nem láthatom, hogy hova esik? Nem. Jó, majd a videón visszanézem. Mm-hmm. Szóval akkor bal kéz... A jobb vállat. Azért én kívánok, bár a Dóri azt mondta, hogy ez csak arra szolgál, hogy még visszajövök Rómába, és 12 évesen dobtam be, és most újra itt vagyok, uh-huh. Szóval ez működik, de azért kívánok is valamit. Jó. Beledobtam? Igen. Ezt így magam mögé dobtam a földre. De annyira én elmélyülten csináltad. Igen, mert nagyon specifikusan fogalmaztam meg a kívánságom. Na, annyira egyébként nem emlékszem határozottan, de talán, mintha, amúgy ez nem az összes fagyi, talán, mintha itt ettem volna régen fagyit, amikor 12 éves voltam, és én ugyanitt szeretnék most is enni. Hello! Ciao!
Húha, nagyon sokféle van. Megígérem, micsoda? Hogy eszembe lett, hogy csak nem Rómában, itt. Csak nem ma, hanem mondjuk egy másik alkalommal. Jó, oké. Okay. Nem. De hogy ez nem veszt az élményed, hogy... Nem. Végül tartufó ízű fagyit kértem, és ez mentás csoki állítólag, de szerintem igazából csak menta. De ezt amúgy Magyarországon tök kevés helyen lehet kapni, és amúgy nagyon szeretem. Nagyon-nagyon finomak. Jobb, mint Magyarországon? Hát, aha, meg az ízek sokkal különlegesebbek. Mm. Szóval, hogy ilyen ízeknél azért nincs összehasonlítási alapom. De nagyon finomak, igen. És ez nagyon tetszik. Ez ilyen igazi ilyen régi módias. Nagyon. De van egy idézőjeles kis probléma, mert... ilyen luxus probléma. Jó, igen. Hogy leültünk, csak így ücsörögtünk, meg ilyenek, így beszélgettünk, és... itt volt pont egy festményes bódé előttünk, ahol én kiszúrtam egy ilyen csikóhalas képet, ami közelről amúgy annyira nem tetszett, viszont amúgy festmények, és ezeket elkezdtük itt nézegetni, és sajnos van egy, amit így, amikor így érzed azt, hogy ez a tied, szóval hogy ez így neked kell, és már azt is tudom, hogy hova raknám, már így mindent tudnék otthon, viszont átszámítva kb. Ilyen 30 ezer forint lenne kerettel együtt, és tudom, hogy ha otthon lennék Budapesten, soha nem venné meg ezt. Ez az 30 ilyen eurónak a forint. Csapdája, igen. Hogy nem tűnik annyira durvának Euróban. Igen, de közben meg, hogyha amit mondtál, hogy tényleg, hogyha hazavinnék egy szuvenírt, az fixen ez lenne. És amúgy erről a képről beszélek. Szóval ez az a kép, és szerintem ez így eléggé Andrisos, meg így minden, szóval... Nem tudom, hány óra van amúgy, mert megkérdeztük, és 7-kor zár, szóval addig lenne időm eldönteni. Szerintem ilyen... 4, 5, 5. Uh-huh. Hol van az ilyen H&M, meg ezek? Ez kb. Egy következő sor. Jó, akkor menjünk, és akkor majd... De ez vissza fog hívni engem ezt. Tehát, hogy ez... Na, csak így sétáltunk, és itt van egy karácsonybolt, ami gondolom az év minden napján karácsonybolt. És amúgy bemenjünk? Mert... Wow. Jó, oké. Okay. Nézzétek az eget, amúgy egyáltalán nem adja el, de ilyen pasztel rózsaszín, nagyon-nagyon szép. Amúgy, ahogy Budapesten, itt is Dórival scooterrel járjuk a várost. Vettem valami nagyon izgalmasat, sejthetitek, hogy mi az, de otthon majd megmutatom, de előbb hazamegyünk ismét Lime-mal. Most vlogolni szeretnél? Igen, de hát meg elmondhatod. Nem. Na, hazaértünk, és van egy nagyon nagy meglepetésem. Igen. Végül megvettem, amiről beszélgettünk. Amúgy a néni belecsomagolta a haját, itt van. Jaj, de jó, szüveni. Wow, aztán.
A keret az annyira perfekt. Igen, és ki, egyébként kivettük belőle, és megnéztük, és tényleg az eredeti festmény van benne. Nem tudom, azt éreztem, hogy még soha nem vettem magamnak ilyen értékek, vagy ilyen nagyon értékes dolgot, aminek igazából csak így, szóval nem olyan, hogy ilyen hasznos, hanem hogy csak így tetszik is. Aha. És elképzeltem otthon, szóval végül, igen, végül megvásároltam ezt a festményt. Ebben a pillanatban nagyon-nagyon örülök neki, hogy megvettem. De azért sokat dilemmáztam rajta. Én nagyon örülök, hogy itt van. Meg most örülök, hogy itt van, de nem vettem volna, akkor nem örülnék, hogy jaj, megtartottam 30 ezer forintot, igen, hanem igen. Így az lenne bennem, hogy meg kellett volna venni. Persze, ez mindig így van. Konkrétan az volt, hogy megnéztük, Andris nagyon sokat gondolkozott rajta, azt mondjuk, akkor hogy jó, még ne döntsük el. Akkor elkezdtük sétálgatni, bementük a Houndenbe, Zarába, elsétáltunk egészen a Vittoriano nagy fehér épülethez, és akkor onnan vissza. És az Andris fejében csak a festmény járt. Örülök, hogy örülsz, hogy megvetted. Nagyon, nagyon örülök. De, mert a festmény hangulata, ami van a festményen, minden nagyon tetszik. Amúgy próbáltam alkudozni a nénivel, de nem volt rá hajlandó. Nem. Én azt hittem, hogy simán fog menni, mert a néni, amikor elkezdtük először nézni, így mutogatta, hogy de van ilyen is, van olyan is, és olyan nagyon entuziasztik volt. De aztán ezt próbáltuk 50-et, 55-öt, 65-öt, nem 80. Így valaki feljön hozzám, aki ilyen műértő, és így bemegy a fürdőbe pisilni, és így ránéz, és így leveszi a falról, és így azt mondja, hogy ez egy Andy Lepre festmény. Eredeti. Úri, eredeti formájában. És benne leszek a híradóban, hogy a híres youtuber fürdőjében bukkantak rá. Úgyhogy most még nem is tudtunk rágooglizni, tehát rágoogliztunk, de nem jött ki semmi. Igen. Szóval már az enyém. Tetszik. Igen. Van is szóra? No, thank you. Konkrétan mindenhol valamilyen árus van, és mindent ránk akarnak sózni, amit lehet, mert gondolom egy pillantásra látják, hogy turisták vagyunk, és ez sajnos itt így működik, de elég kellemetlen szituációk tudnak ebből születni. Nekem carbonara, a Mártnak... mi volt ennek a pontos neve? Chicken Roman style. Jó, igen, ez valami római csirke. Meg sült krumpli, a Dórinak pedig... különböző tengeri herkentjük kirántva, meg még egy ilyen articsóka. Most eszembe jutott ez a fish vana, tudod? Tudod? Amikor így ugyanígy, egy, tudod a róvana, akire mondtam, hogy utána fish vana, mert egy... egy nyers vegán youtuber, az volt a neve, hogy Rowana, és sunyiban lebukott, hogy halat eszik, és valaki kiposztolt róla egy videót, hogy halat eszik, és átnevezték fish vanára. Eljöttünk egy ilyen, de ezt akartam, csak úgy akartam, hogy így nem veszed észre, hogy én is azt akarom csinálni. Megint a betetem a bolyát. Thank you. You're welcome. We haven't paid yet, sorry. Dórival ugyanazt a koktélt kértük, mert a Dóri egy copycat. És mi a neve? Ecstasy a koktél neve, és ilyen exotikus koktél, aminek valami vodka az alapja, meg mi van még benne? Hát igen, ilyen exotikus gyümölcsök és lime, azt hiszem. Ja, igen. A márké pedig az Afrodité nevű. És ez milyen? Ebben van whisky, menta, fahéj. Whisky, menta, fahéj, ilyesmi hangulatú. Sör. Ginger beer. Gömbér. Gömbérsör. Vale.
olyan, mint hogy egy légkása lenne benned. Igen, nagyon erős az alkohol íze, és én savanyúban szeretném, nem? Neked is az a bajod, nem? Amit lehetne savanyú. Igen, de amúgy nekem ízlik. A jégkás az fura, mert alapjáraton én nem vagyok egy jégkásás, de ez így alkohollal szerintem jó. A szívószer helyett a mentát kaptam. Szerintem jó. Én nekem ízlik. Fini. Igen, én a saját aha. Most este kiderült, hogy a Dóri rosszul mondta, hogy hogy kell a Travik útba dobni, és én rosszul dobtam a Travik útba, mert fordított kézzel kell, szóval muszáj holnap korrigálnunk, ezért holnap is dobunk pénzt. És amúgy a Vatikánba mikor menjünk? Úristen, ez nagyon fájt. Jó, annyira nem egyébként. Ebbe léptem bele.